2018-as Diwali ünnepségünknek a témája, az a Krisna völgy 25 éves évfordulója volt, és ennek alkalmából különböző vendégeinktől visszaemlékezéseket hallhattunk. Ezek a vendégek már a kezdetek óta figyelemmel kíséri Krisna völgynek a felépülését. A megszólalók között köszönthettük Sivarán Szvámit, vezető lelkészünket, illetve egyházunk ügyvédjét, Sándor Róbertet, de beszélt a helyi polgármesterasszony, Somogy Vámos polgármestere, Dékhányné Károly Marianna, és a negyedik megszólaló, aki igazán jó hangulatot varázsolt ide a körünkbe, Robert Lantos, kanadai magyar filmrendező, aki Sivaram Szvámi Maharajsnak az unokatestvére, és nagyon szép, személyes szempontból mesélte el nekünk azt, hogy számára mit jelent, hogy Krisna völgy felépült, hiszen ő Maharajs személyén és szemein keresztül figyelhette ezt a gyönyörű folyamatot, úgyhogy ez volt talán a fénypontja így az esti beszédeknek. Amikor az édesanyja néhány alkalommal kétségbe esett, amiért az egyetlen fiának nem lett saját családja, abban vigasztaltam, hogy téved. Mert Sivarámának tágas és őszinte szeretetben élő családja van a hívői személyében, akiknek életébe békét és boldogságot hoz. Ez talán már a harmadik Diwali, amin részt veszek. Mondhatom talán azt, hogy évről évre egyre jobban tetszik. A mai különösen izgalmas volt, hogy a 25 éves Somogy völgyben a Krisna falu, illetve a Maharajs élettörténete is nagyon izgalmas volt számomra. Tényleg. Nagyon-nagyon nagy élmény volt, hát gasztronómia szempontból pedig fantasztikus ízek, úgyhogy már megérte. Igen, hát próbálkozom, de én azért nem tudok így főzni hagyományos indiai ételeket, próbálkozom vele. Minden esetre maga a program is nagyon-nagyon szívmelengető. Én legalábbis szeretek olyan emberek társaságában lenni, akik empatikusak, mosolygósak és toleránsak a többi emberrel. És ez is felemelő, ráadásul ezek a programok, ez a zenés program, meg a táncos program valami fantasztikus volt. Azt hiszem, hogy a catering ebben az évben is egy szintet emelkedett. Nagyon szép volt a helyszín, gyönyörűek voltak az ételek, a tálalás. De mégis az az egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra csodálatos történet volt, az a falunak a története, a Krisna falu. És szívügyem a vidék, nagyon-nagyon szívesen látnám azt, hogy hasonló dolgok, hasonló jó dolgok történnek Magyarország más településein is. Még egyszer köszönöm. Valóban, akikkel találkozunk, akár az egyik évben is, aztán a következő évben azonnal jönnek oda, örülnek nekünk, és hát ugyanúgy mi is, tehát most már tényleg abszolút ismerős arcokkal futunk össze évről évre. És hát természetesen ugye ez számunkra is egyre közelebb hozza magát a Krisna tudatú közösséget, illetve a vallást is, bár mi magunk nem vagyunk Krisna tudatú hívők, de abszolút szimpatizálunk a csapattal, és egy évben többször is ellátogatunk ugye Somogy Vámosra, a Krisna völgybe. Meg szívesen osztunk ételt. Igen, az ilyen karitatív tevékenységeknél is, ahol tudunk, szívesen együttműködünk, mert velük veletek érdemes, azt gondoljuk, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogyha bármilyen helyzetben vagy szituációban tud egy kicsit erről többet megtudni, akkor az nézzen utána, és hát a teheti, akkor jöjjön el és látogasson el, ne csak a Diwalira, hanem ugye a Krisna völgybe is, vagy bármilyen ilyen krisnás rendezvényre, hiszen nagyon klassz csapattal fog találkozni. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna, Krishna.